kivívta a csapattagságot is. Nem csak két magyar, hanem két lengyel is található a mai mezőnyben, és ezen kívül majd még két szovjet emelővel is találkozhatunk. A lengyelek közül Andrzej Piotrowski, igencsak régi ismerősünk, mutatkozik be elsőként. Zavada a másik lengyel induló, és egyidejűleg az esélyesebb is. 165 kg-on Piotrowski. Sokáig hezitált, hogy 90-ben, 100-ban induljon-e, aztán úgy látszik, hogy előnyösebbnek ítélte meg a pozícióit, egyen lejjebb, és a szófiai VB úgymond sikertelensége után újra a 90 kg-ban versenyez a 30 esztendős Piotrowski. A mai mezőny legidősebb tagja. Ezzel együtt a legrutinosabb is. Nem tudott feszíteni, nem találta meg azt a bizonyos tónust, amiről tegnap is szó volt. Így a 165-ön sikertelenül mutatkozott be Piotrowski. Ez a gyakorlata nem arra val, hogy igazán jó formában lenne. Nem tud feszíteni, ott elveszti azt a bizonyos feszítő tónust, amivel megtarthatná a súlyt. Így aztán a újabb javítás 165 kg-on Piotrowskitól. Mint az előbb már említettem, nagyon régi versenyző, 81-ben már Lille-ben ott volt a világbajnokságom. Az eddig elért legjobb eredménye a moszkvai VB bronzérme Piotrowskitól. Ott akkor szakításban, lökésben, összetetben is harmadik tudott lenni. Piotrowski viszont megfogja a 165-öt másodikra, de ettől függetlenül nem érzek benne sokkal többet. Nem olyan koncentrált a mozgása, amilyennek lennie kellene. 165 és Balázs Finál könnyebb testsúlyú, na meg arról nem beszélve, hogy az oroszlányi fiú ezen a súlyon még nem jutott túl. Most viszont javíthat. Tulajdonképpen még ebben a, hiszen a női súlyemelés egyre inkább hódít a világban, és Földi Csilla is elég jó szinten űzi. Piotrowski a legfrissebb hír most érkezett. Erős Lajos győzött Puerto Rico-i ellenfele ellen pontozással, és így tovább került. De jó lenne, hogyha ezt Budának is megmondanák. Elég jó ismeretségben vannak, amennyire tudom. További kedvet kaphatna ahhoz, hogy a harmadik gyakorlatát is a másodikhoz hasonlóan biztosan hozza. Piotrowski 170 kg. Az Odra Opole versenyzője és a lengyel edzők Banászak. Az ő edzője egyébként klubjában Zsieszláv Piotrowski, aki csak névrokona. 170 kg-on.
Nem, éreztem, érezhető volt a második fogásánál, hogy ebben a Piotrowskiban itt most nincs több, és arra is gyanakszom, hogy a fogyasztása okozhatott neki gondot, nagyon erőtlennek tűnik ahhoz képest, ahogy őt versenyezni láttam az elmúlt években. 165-ön ragadt. A probléma csak az, hogy a Aján Tamást, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség főtitkárát látják, éppen hallatlanul népszerű itt Szöulban is, és Schwarzenegger a beszélgető társa. Ebben az összefüggésben talán megbocsáthatjuk a koreaiaknak, hogy Aján Tamást mutatják háttal. No, Buda Attila közben emeltet, és Balázsvi Zoltánt szólítja.